Sokak számára elképzelhetetlen, hogy nagy súlyokat emelgetve töltsenek órákat egy edzőteremben. Főleg így van ez, ha már nem a 20-as éveiket tapossák, pedig íme itt van az ellenpélda Vadász Judit személyében, aki nemhogy letagadja a korát, sokkal inkább büszke arra, hogy ennyi idősen is ilyen fizikai állapotban van. Kérdeztem, hogy hány éves vagy? Persze, 60. Most ötöttem, júliusban voltam 60, igen. Ennek tudatában tessék nézni, hogyan versenyez és edz Judit. Ehhez még hozzáadjuk, hogy világbajnoki címmel is rendelkezik. Szépen lassan többféle formáját tanulta meg ennek a sportnak. 1990 óta tartok edzéseket, és akkor így szép lassan, tehát több mindent elvégeztem. Tehát a fitballtól kezdve, a softball, a TRX-nek a haladót is, a sport részét is, akkor a pilateszt, a catslide-tól kezdve, a viper, tehát nagyon sok mindent elvégeztem. Már kényelmesnek is mondhatnánk, hogy egy héten csak két edzésen vesz részt, amikor kimondottan a verseny feladatokra koncentrál, de az edzés csomagban sok minden helyet kap, a futástól a nyújtó gyakorlatokig. Legutóbb Belgiumban járt versenyen. Ott maraton volt, végül is az IKMF-nél, ez egy ilyen, a szinten egy szervezet, ahol maraton, meg félmaratonok vannak, meg pentatlon, és én egy órát, tehát a maratonban egy órán keresztül kell folyamatosan incsörköltem, tehát fejfölé nyomásokat végeztem. És ebből sikerült 1084-et csinálnom. Végülis második helyezett lettem, de aminek nagyon örülök, itt is vannak rangok. Van a CMS, van utána az MS, és tehát a Master of Sport, és azt most elértem. És ennek nagyon örülök. És akkor van még az MSVC, és azt is el szeretném érni. Igen, jól hallották, 1084 fejfölé emelés egy óra alatt, még egyszer 60 évesen. Itt azért nagyon kellett küzdeni, mondja, de mi hajt valakit arra, hogy ilyen küzdelmeket folytasson a súllyal és önmagával? Ezt már magamtól is már így megkérdeztem. Nagyon szeretem végül is a kihívásokat. És tehát inkább magam miatt, tehát hogy szeretem, nem tudom egyszerűen ezt elmondani, szeretem csinálni. Velem egykorúak is nyugodtan belevághatnak, állítja Judit, persze nem kell mindjárt a legnagyobb súlyt a fej fölé emelni. Soha nem akarnak súlyt fogni, mert attól félnek, hogy vagy azt mondják, hogy nem bírják, vagy a kezdük leszakad, vagy bármi. Nem, folyamatosan, szép lassan, nekem se úgy volt, hogy rögtön 14-essel vagy 16-ossal dolgoztam, hanem 8-assal vagy 4-essel, és akkor szép lassan hozzáerősödik az embernek az ízülete is, meg az izmai is. Meg hát azért fontos a mobilizáció, tehát azt folyamatosan csináljuk. A nyújtások, hengerezések, tehát ezeket kell. Meg futni is kell, így van egy kis kardió. Nekünk nincs gépünk, kardiógépünk, és akkor ezért inkább futunk, vagy ugrókötelezünk. Végül is agyban is teljesen, tehát toppon van inkább, azt mondom, az ember. És ahogy szokták mondani, az Alzheimerre is nagyon jó hatással van, akár a súlyzós edzés, vagy akár a kardio edzés is, és azt, hogy az ember azért sokáig legyen egészséges. Meg az izületeknek nagyon fontos egyébként, tehát akár a 70 éveseknek és az izületeknek a mobilizálása. Tehát inkább ez, és mindig azt mondom, hogy ha valakinek mozgásszerű betegsége van, akkor a legjobb rá a mozgás. Jövőre újra lesznek világbajnokságok, és Judit fejben már arra készül, hogy ott eléri a legmagasabb fokozatot.